Újra megyei foci a Karszak TV képernyőjén. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket innen a Ligetúti sporttelepről. Karcag-Rákóczi falva megyei első osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a következő szűk két órában. A bajnokság élmezőnyéhez tartozó hazai csapat a tabella hátsó részében kullogó Rákóczi falvát fogadja. Ahogy azt mondani szokás, fix országos egyes ez a mérkőzés. Hát aztán nagy kérdés, hogy a pályán sikerül-e érvényesíteni a papírformát a piros mezben pályára lépő karcagi együttesnek, vagy pedig a kékben pályára lépő Rákóczi falva meglepetést tud-e okozni itt a karcagi oroszlán barlangban, ahonnan a bajnokság eddigi részében csapatpontot még nem vitt el. A mérkőzés előtt egy perces gyászszünettel emlékezünk a közelmúltban elhunytakra. Ötből öt eddig a karcagi csapat hazai mérlege a bajnokságban, azonban az idegenben elhullajtott pontoknak köszönhetően jelenleg az ötödik helyen állunk a bajnokságban, 6 győzelemmel, 3 döntetlennel és egy jászkíséri vereséggel a Tarsolyban. Nagyon jól kezdte a bajnokságot a karcagi csapat, az első 5 fordulóban veretlenek maradtunk, és most is egy 4 mérkőzéses veretlenségi széria a csapat háta mögött. 2 hazai győzelem, illetve 2 idegenbeli döntetlen a csapat mérlege a legutóbbi meccseken, és hát Orosz István csapata a mai napon is szeretné folytatni ezt a jó sorozatát. A Rákóczi falva együttese pedig szeretné megtörni azt, amiben éppen vannak, hiszen Ruskó Zsolt tanítványai 4 vesztes mérkőzéssel a hátuk mögött érkeznek Karcagra, a Jászfényszarútól 3-2-re, Kisújszállástól 4-1-re kaptak ki, majd az előző 2 fordulóban 2 hatalmas pofonba is beleszaladtak, Törökszentmiklóson 8-0-ra kaptak ki, míg hazai pályán Tiszafürettől egy 6-0-ás pont nélküli teljesítményt sikerült bemutatni. Nem csoda, tehát a 2 nagy pofon és a 14 kapott gól is azt eredményezi, hogy bizony a Rákóczi falva bír a bajnokság legrosszabb gól különbségével 10 mérkőzés után. Elkezdődött közben a mérkőzés, a mieink indították útjára a labdát. Több új név is a karcagi csapatban, velük majd a mérkőzés folyamán, remélhetőleg a kedves tévénézők is.
megismerkednek, vannak visszatérők a csapatba. Azért a bajnokság előtt némileg átalakult a miénk kerete. Voltak távozók, érkezők. Volt olyan távozó, aki azóta már visszatért a csapatba. Minden esetre hazai pályán nem lehet más elvárásunk a mai napon, mint az, hogy itthon tartsuk a 3 pontot. Egyébként ennek a játékos mozgásnak köszönhetően azért egy elég bő kerettel dolgozhat Orosz István. A mai napon is a kapuscsere Bajusz Szabolcson kívül 5 mezőnyjátékos ott csücsül a padon, szóval bőven van merítési lehetőség, és mindezt pedig úgy, hogy sokan Maródiak, Terjék, Balajti, Balog József, valamint Szőke Róbert például a mai napon nincsenek is ott a keretben. Terjék, Balajti és Balog nagyon hosszú sérülésből lábadoznak. Valószínű, hogy mindhármukra majd csak a tavaszi szezonban számíthat újra. A karcagi szakvezetés Nagy Roland hosszú labdájával Domokos léphetett volna be a Rákóczi falvi 16-oson belőre. Hosszú lett azonban neki a labda. Nagy Roland az a játékos, aki úgy volt, hogy elhagyja a csapatot, és az első 8 meccsén nem is lépett pályára a Karcagnak. A Szigetszent Miklós NB1-es terenfoci csapatához szerződött, mellette pedig Budapesten egy női csapat mestere lett. Azonban a szurkolók legnagyobb meglepetésére 2 hete Szajol ellen már ott volt a csapatban, gólt is szerzett. Múlt héten pedig Jász Fényszarún vette ki a részét az 1-1-es döntetlenből, és ma újra 10-esben az ő feladata lesz ott a középpálya megszervezése. Szívós! Szőke Norbert. Szent Annai. Picit hosszú volt neki a labda, sikerül azonban megmenteni. Szívós. Szőke. Szívós visszakérni. Szőke azonban inkább előre játsza, mint hogyha rápattant volna Szakali kezére a játékvezető, kiről még nem esett szó, Nagy Zoltán tovább engedte az akciót, ebből pedig indulhatnak a kékmezesek. Szőke szépen menti meg a labdát, és Domokos Attila csap le rá a leggyorsabban, és játsz a szabad területre vissza a csapatkapitánynak. Nagy. Domokos, ő is fél év kitérő után szerepel újra a karcagi együttesben. 30 esztendős szélső új hartyámból tért vissza Karcagra. Ez az időszaka most nem indult olyan jól, ahogy azt tőle megszokhattuk, hiszen mindössze 1 gólt jegyez idáig. Reméljük, hogy majd ő is belelendül a gólgyártásba, ami azért a védjegye lett itt Karcagon, bár azt is hozzá kell tenni, hogy a bajnokság egyes részeiben ő is sérüléssel bajlódott. Halicsku. Szakali. Karcagi bedobás következik. Sajnos hiába a viszonylag jó idő. Nem sok néző látogatott ki erre a találkozóra a Ligetúton. 40-50-en gyűltünk össze a kezdősípszóra. Nagy! Szívós Gyula. Hulu nagy sprintet vágott ki a jobb oldalon, nem kapta meg azonban a labdát. Ő is új fiú a csapatban, kisújszállástól igazoltuk le a nyáron. És jobb hátvédként szerepel, azon a poszton véteti észre magát. Halicsku. Jó a megkerülős csel. Szent Annai visszamegy, kihasználja a testi erejét, elveszi a labdát Mihálytól. Kovács. Mennyhárt ellen egy apró szabálytalanság. Játékvezető lefújta. Kovács Lászlóra érdemes odafigyelnünk. Ő vezeti a házi góllövő listát karcagi színekben. 7-szer volt már eredményes az eddigi 10 mérkőzés alatt. Őt pedig Szőke Róbert követi 5-tel. Tőle azonban ma játék hiány nem remélhetünk újabb találatot. Máté Fazekas. Jó a csel a 16-oson belül, és a lapos gurítás. Fölperdül a labda.
Belényesi kezébe. Az első komolyabb szituáció a karcagi kapu előtt alakul ki. Nagyon higgadt volt Belényesi László. Szinte két meccses váltásban védenek Bajusz Szabolcsal, aki visszaigazolt Karcagra és nagypályás pályafutását nevelő klubja színeiben folytatja. Mellette ő is teremfocizik a Ferencváros csapatánál. És hol ő, hol Belényesi véd. Domokos, jó beadás, megpattan. Kovács azonban a kapu torkából fölé lövi, de csak azért, mert a bevetődő védő még bele tudott érni a löketbe. Jöhet majd az első karcagi szöglet a találkozón. Szent Anna így gyűjti össze a labdát. Ő fogja majd középre tekerni a 7. perc közepén. A jól fejlő játékosaink mind ott a 16-oson belül. Az 5-es felesen kívülről indul mindenki. Szent Annai labdája azonban Domokos szerette volna megtalálni a 16-oson kívül. Elveszítjük a labdát. Hudu megmenti. Szívós Gyula, hosszú keresztlabda, csak a visszafejelt labda lesz jó Szívós Gergőnek. Györfi hátulról lökik meg, mehet tovább a játék. Györfi Györggyel sem találkozhattak még a Karcag Televízió nézői a képernyőn keresztül. Ő is egy olyan fiatal játékos, aki karcagi színekben nevelkedett, majd aztán elkerült innen. 2014-ben 16 évesen igazolt a Debreceni Labdarúgó Akadémiára. Sok mindenbe belekóstolt már ilyen fiatalon, a strandfociba, teremfociba, NB1-ben a Deac színeiben is játszott. És hát neki is sikerül a beilleszkedés. Villám gyorsan csap le erre a labdára is. Az előző két meccsen már van két gólja. Szajol ellen bebiztosította az 5-3-as győzelmet. Múlt héten pedig az ő találatával vezettünk Jászfényszarun, és végül, mint utólag kiderült, ez egy pontot ért nekünk. Pontatlanul játszik mind a két csapat. Sok az eladott, elvesztett labda. De inkább a Rákóczi falva tér felén pattog a játékszer. Domokos, nem jó a kényszerítő. Máté Fazekas megérezte ezt a fejest, nem volt kellemes. Nem sikerül a háromszögelés. Domokos menti meg, Máté Fazekas rástartol. Belényesi azonban higgadtan oldja meg. A kékek hetesére Máté Fazekas Attilára érdemes mindenképp odafigyelni. Ő 4-szer eredményes tudott lenni a bajnokságban. Tegyük hozzá, hogy összesen 11 gólt rúgott ellenfelünk eddig. Ez a második legkevesebb és legrosszabb mutató az idényben. Kapott gólok tekintetében pedig a Rákóczi falva áll a legrosszabbul. Máté Fazekas azért jeleskedik a góllövésben, de egyedül. Egyelőre úgy néz ki, hogy ő kevés lesz. Egyébként Tiszaföldvárról igazolták a nyáron. Tavaly még földváriként betalált itt a Ligetúti sporttelepen. Gólja azonban akkor csak szépségtapasz volt, hiszen kikapott együttese. Pókfocis jelenetek. Sikerül kitolni a labdát, Balogh Sándor pedig üres területre játsza. Hudu Martin összeszedi. Nagy. Szíjós. Nagy Roland egészen mélyen. Szőke Norbert.
Nagy Roland. Szent Annai. Üres területre, picit hosszú a labda. Kis Zalán kirobban a kapuból, és hangos kiáltás kíséretében felszedi a lasztit. Kis az első számú kapus Rákóczi falván, pedig mindössze 17 éves, most 8. alkalommal kezd a bajnokságban. A karszagi cserekapushoz, Bajuszhoz hasonlóan ő is védett a szolnoki utánpótlásban. Nem egy korosztály a két sportárs, de onnan ismerhetik egymást. Most az a különbség kettejük közt, hogy Bajusz előtt, ha véd, egy sokkal szilárdabb védelem áll. Kisnek minden tudására szükség van a meccseken. Egy vészmegoldás. Szakali rúgta ki a labdát dobásra. Farkas Sándor siet. Ő fogja elvégezni a taccsot. Domokos Attila. Inkább kiengedi. Szögletre cseréljük a pardobást. Karcagról a Tószeg, a Jászárok szállás, az Újszász, a Kunhegyes és a Szajol is pont nélkül távozott már a bajnokságban. Idegenben viszont csak János Hidán győztünk. Ez így. Egyelőre az 5. helyre elég. Nagyon szoros az élmezőny. Talán a Tiszafüred csapata az, amelyik kimagaslik a mezőnyből, az NB3-ból visszaeső gárda. Még erősebb kerettel vágott neki a megye egy küzdelmeinek, mint ahogy kiestek az NB3-ból. Több NB1-es, volt NB1-es játékossal erősítettek. És hát kis hián kisajátíthatják idén a megyei labdarúgást. Mindössze egy csapat tudott eddig tőlük pontot csenni, az pedig az az Újszász, akiket mi itt hazai pályán 3-0-ra könnyedén legyőztünk. Következő hazai meccs egyébként majd pont a Füred ellen lesz november elején. Az egy vízválasztó találkozó lehet, és megmutathatja majd a karcagi csapat igazi erejét. Az biztos, hogy a nyáron egy magyar kupa meccsen már összecsapott a két csapat, akkor 4-0-ás vereséget szenvedtünk a Fürettől. Hudu fölfejeli a levegőbe, Mihály pedig ahelyett, hogy kiengedte volna, társak nem tetszését kiváltva bent tartotta csak épp az ellenfélnek. Szent Annai most nagy terület előtte, kicsit csímbe adja Györfinek. Szívós. Farkasé kell, hogy legyen. Szívós Gergő. Ő, illetve Szőke Norbert a két középhátvéd a meccsen, és egyre többet játszunk Orosz István nélkül. Az is előfordult a bajnokságban, hogy edzőként sem tudott a kerettel tartani. És egyre gyakrabban láthatjuk azt is, hogy csak csereként száll be, ha pályára lép. Egyébként hasonló a leosztás a Rákóczi falvánál is, ott a 45 esztendő Suskó Zsolt felel a szakmai munkáért, és azért a korábbi években ő is aktívan lőtte a gólokat a csapatban. Most már csak közel a meccsek felén lép pályára kezdőként. Ma is lehet, hogy ha ég a ház, akkor érkezne a gyepre. Nagy Roland, Szívós Gergő, Domokos Attila, de még Szívós Gyula is a labda mögött. Sokan szívesen lőnék, inkább jobb lábas szög. Szívós Gergő teker a kapu fölé. Az első negyed óra gyakorlatilag egy komolyabb gólhelyzet nélkül zajlott le. Mi Kovács László révén, a vendégek pedig egy jobboldali elfutás után veszélyeztettek, de a kapusoknak nem kellett nagyot nyújtózni.
a mezőnyben gyűrik egymást a csapatok, de egyelőre nincs komoly különbség a két alakulat között. Farkas volt könnyelmű, aztán futhat az ellenfél után Balog. Finom csel. Aztán egy rossz indítás, Szőke Norbert pontatlanul vette át, aztán viszont olyan messzire rúgja, amennyire csak bírta. A domb túloldaláról kell összeszedni a labdát. Nagy. Györfinek nem sok esélye volt, Szakali egy jó fél fejjel magasabb nála. Szent Annai pedig aztán, lehet, hogy most a birkózó VB-n látott hasonló mozdulatokat, egy olyannal földre terítette az ellenfelet. Menyhárt Imre a labda mögött. Többen is középen rögzített szituációból veszélyeztethet most a Rákóczi falva. Kapura, vagy legalábbis a kapu irányába. Nem volt veszélyes Belényesi kapujára. Velényes is, egy nagyon stabil pont a karcagi csapatban, a 31 éves portás. Fekete László távozott a nyáron Bucsára, azonban új a fiatal riválist kapott, ugye Bajusz Szabolcs személyében. A 11. mérkőzés az a bajnokságban, most 7. alkalommal véd Belényesi László, akinek ez már az 5. idénye a karcagi csapatban, pedig mintha tegnap lett volna, hogy a Móga utáni érában megérkezett hozzánk. Kedvelt figurája lett a csapatnak. Domokos. Ellentétes irányba ment a labda, mint ahogy Györfi mozgott. Jöhet az ellenfél egy bedobással. Györfi bátran áll bele, aztán viszont eladja. Mintha ma játszanánk együtt először, néha olyan érzése van a csapatnak. Hiányzik az összhang. Belényesi. Megtámadta Balog. A játékvezető pedig most úgy dönt, hogy a dupla kezezés után, amilyeink jöhetnek, Nagy Roland. Szívós. Szőke. Nagy. Hosszú indítás. Szívós Gergő hazaadja. Újabb dobás.
szívós. Szőke. Eladja újabb pontatlanság, aztán viszont beleáll. Visszapattan hozzánk. Nagy. Domokos. Máté Fazekas lefejeli. Szent Annait rúgják fejbe. Bedobás. Lassan telik a játékrész. Nagyon sok a hiba. Máté Fazekas, sikerült-e vajon rárugni? Ezek szerint nem. A kékvezesek jöhetnek majd egy sarokrugással. Egyébként nincs nagy gond, ha sokáig nem sikerül betalálnunk. Belényesi kibokszolja a túloldalra. A Szajol elleni 5 gólunkig, és hát a Szajol elleni 5 gólos meccsen a 35. percig nem voltunk eredményesek. De például a Rákóczi falva a Törökszent Miklóson elszenvedett 8-0-ás vereség alkalmával a félidőben még csak egy gólos hátrányban volt. Nem kell tehát aggódni, amiatt, hogy egy kicsit lassabban és ütemtelenül kezdjük a találkozót. Kovács túlszabban. Szívós Gyula megszerzi, és aztán kiindítja Szent Annait. Saját térféről indult Szent Annai, ezért nem volt les. Hudu elfejeli. Jó lett így. Domokos Attila pedig a védők mögé lép. Azt lehet lőni. Nagy bravúra kapustól. Kizzalán leér az első komoly karcagi helyzetre. Pedig jó ütemben, jó erővel próbálta meg behelyezni a hosszúba Domokos. Égre láttunk egy komolyabb helyzetet és valami labdarúgásra emlékeztető jelenetet. Hudu, összjáték Szívós Gyulával. Megvan még. Kioszt egy kötényt, rátartott azonban Kispál a lábára. A Rákóczi falva kispadának tagjai nem úgy ítélték volna meg ezt az esetet. A játékvezető Nagy Zoltán viszont szabadrugást fúj. Egy lehetőségünk már volt, akkor Szívós Gergő hajtotta végre. Ez most sokkal inkább egy ballábas szög. Domokos Attila, illetve Nagy Roland beszélik meg egymást közt, hogy mi is legyen. Két nehéz bombázó, két nagy lövő. Domokos Attila elsétál onnan Nagy Rolandé, ő pedig az ötös magasságára emel. Ez se nem lövés, se nem jó beadás. Vagy ha meg ez volt a koreográfia, akkor valakinek be kellett volna robbanni. Szívós Gyula. Nagyon rossz indítás. Gyakorlatilag Balogh Sándort hozta játékba, aki elesik Szívós Gergő mellett. Megáll a karcagi csapat, Balogh marad lent. Balogh talpon. Nem
Neinhardt fogja visszadobni. Nagy! Máté Fazekas. Nagy Roland. Szívus mellel. Domokos viszont most jól láthatóan lesen kapja az indítást. Nagy versenyfutás. Csak a biztosat. Egyébként úgy tűnik, mint sikerült volna rendezni a sorokat Rákóczi falvánál erre a mai meccsre. És nem az látszik, mint hogyha ők a bajnokság 14. helyén állnának 35 bekapott góllal 10 meccs alatt. A hét összegyűjtött pontot azért nem rakják ki az ablakban, csak Szajolt és Fegyverneket győzték le, János Hidával pedig döntetlent játszottak. Azért csalóka ez a János Hida elleni eredmény. Mi is büszkék lehetünk arra, hogy János Hidán győztünk, hiszen hagyományosan oda nem nyerni állnak a csapatok. Viszont azért a Hidánál is nagy átalakulásuk voltak, jelenleg 4 ponttal sereghajtó a csapat. A János Hida korábbi mestere és játékosa például elhagyta a csapatot a nyáron és Tiszafüredre igazolt. Ábel Péterről van szó. A Szajol ellen is kalpok pedig picit fölértékelődnek azok után, hogy hiába a tavalyi bajnokot győzte le mind a két alakulat a pályán, ez a Szajol már nem az a Szajol, amelyik tavaly megnyerte a bajnokságot és elbukta az osztályozót. Sokáig az is kérdéses volt, hogy a Szajol vajon el tudja-e vállalni a megyei első osztályú indulást a bajnokság előtt. Végül aztán újra szerveződtek, sok fiatallal, egy-két megmaradt játékossal vágtak neki a küzdelmeknek, és így próbálnak meg minél jobb eredményt elérni. Szőke. Máté Fazekas belelép az indításba. Leterítik Szívós Gyulát, nem volt szabálytalanság ezek szerint. Máté Fazekas és Szőke Norbert küzdenek. Nem jön a csel, Szívós Gergő szerel. Kudu pedig kijátsza a labdát a büntető területen belülről. Azt mutatja a játékvezető, hogy mi dobhatunk. Gyorsan el is végezzük. Szakali. Hát, pattan a feje fölött. Aztán pedig olyan labdával játszaná meg Nagy Nándort, amit nem lehet elérni. Visszahúzták Szívós Gyulát.
tovább fejeli Györfi György, és a saját labdájára megy. Megharcolt érte. Nincs meg azonban a jutalom. Ez most szép összjáték, Hudu. Elment volna a védő mellett, kiharcol egy szögletet. Domokos Attila kocog a labdáért. Hudu pedig igyekszik vissza. Szívós Gyulával biztosítani a félpályánál. Laposan jön be a labda, kivágják. Hudunak pedig nincs nehéz dolga összeszedni a labdát, hiszen embere Máté Fazekas Attila felező körben kötött cipőt épp. Nagy Roland középre fejeli. Nagy, egy deka, még egy deka, most a lövés a kapus ölébe. Kívül hosszú kirúgás. Kovács. Nagy. Sikerül kihámozni, előny szabály. Szívós, magasan adja haza. Velényesi nagyon iggadt, merre veszi és visszajátsza. Györfi. Oldalváltás. Szívós nagyon megforgatja Mihály Mátét. Egy esernyő, egy visszacsel. Ez az indítás sem rossz. Nagy Roland, most a löket. Ad a kapus kezébe. Most már azért vannak focira emlékeztető jelenetek a pályán, így a 34. perc végére talán fölébred a csapat. Gólt viszont még továbbra sem láthatott a nagy érdemű. Györfi, na most akár ember előnybe is kerülhetünk ott fönt. Egy ilyen ember mögé érkező passz azonban mindennek véget vet. Nem rossz az a bejátszott labda, sikerül lekezelni, Belényesi! Oly, de nagy védés volt! Még a vendégek 9-es Szécsi Bence is tapsolt. Lehet, hogy Mihály itt, lehet, hogy a kapus, lehet, hogy mindkettejüket. Komoly reflex mozdulat volt ez. És azért az, hogy úgy leérni oda az alsóra, közelről jött a löket. Bravo! Megint jönni kell Belényesinek, kibokszolja a hosszúra. Farkas viszont nem tudja elrugni a labdát.
most hozzá kerül vissza. Szent Annaé. Hudu. Szent Annai Zoltán. Domokos. Picibe. Szajola ellen a mérkőzés ilyen tájában kezdtük meg a gólgyártást. A 36 és a 40. perc között pedig négyet is berámoltunk, gyakorlatilag eldöntve a meccset. A második félidőben azonban visszakapaszkodott a Szajola, és 4-3-ra feljöttek, hogy aztán a hajrában Györfi György eldöntse a találkozót. Az a legjobb 4 perc volt a bajnokságban, amit akkor produkáltunk. Most is jöhetne valami hasonló befejezés így az első félidőben, hiszen lassan belépünk az első játékrész hajrájába, és az eredmény még változatlanul 0-0 a bajnokság 14. helyén álló csapat ellen. Máté Fazekas, Balogh Sándorral az összjáték, Szent Annai viszont leszedi a paszt. Domokos Attila átjött most erre az oldalra. Kovács húzódott középre, Györfi György pedig a bal oldalt játsza most be. Nem kap jó labdát, ő sem indult időben. Lehet, szívós a saját labdájáért megy. Györfi őt pedig utána kegyetlenül fölrúgják. Jön a mérkőzés első sárga lapja. Teljesen jogos ítélet. Szívós Gergője dicsért, aki hatalmasat ment ezért a labdáért. Azzal, hogy elérte a vonal előtt. És talán Szakali az, aki elkövette a szabálytalanságot. Kapura. Kizzalán kitenyereli. Nem igazán volt veszélyes. Hudu. Jön mögötte Máté Fazekas. Aztán sarkon rúgják. 3-2-be indulhat az ellenfél. Egy komoly bodycheck. Az egész abból indult, hogy Máté Fazekas rálépett a labdára. Szőke Norbert Meze meg kapott egy új dizájnt a Méhcsíktól. Eléggé lassú vízpartot moshatás van ennek a találkozónak. Nem igazán sikerül érvényesíteni a karcagi csapatnak az akaratát. Hiába dominálunk talán mezőnyben, a kapu előtt annyi pontatlanság van a csapat játékában, ennyi helyzetből nehéz lesz meccset nyerni. Egy komoly akció volt, amikor Domokos Attila kapott labdát Nagy Rolandtól. Ő azonban elrontotta a nagy helyzetet. Amúgy nem sok veszélyt jelentünk Kizzalán kapujára. Szent Annai. Szőke. Hudu vissza. Szívós Gergő. Domokos elveszíti. Építkezhetnek a vendégek.
Farkas. Nagy Roland nem tudja lekezelni. Szívós Gyula. Ebben most volt fantázia, olvasták a védők, azonban a paszt. Mihály. Ügyes labda, Szécsi. Betör a büntető területen belülre. Na visszapassz azonban, teljesen rossz helyre megy. Kíváncsi vagyok, mi fog elhangozni a karcagi csapat öltözőjében a fél időben. Lehet, hogy orosz mester majd cserélni is fog. Erdei Tibort küldte el melegíteni egy jó 5 perce. Szakali. Nagyot rúg bele. Szent Annai megindul. Jó a labdája is. Kovács rápattan a kezére. Mehet tovább a játék. És kapu mellé gurul a labda. Érvényes gól lett volna, hogyha Kovács László betalál. Centikkel azonban a bal kapufa töve mellett adja el a labda a játékteret. Átbrusztoltuk valahogy a védelmen a labdát. Szőke felmászott Máté Fazekas hátára. Elől elfogy az ötlet. Hiába jutnak el 20 méterre a karcagi kapuhoz a Rákóczi falviak. Onnál tovább. Nem sikerül érkezni. Domokos Attila fejjel, és egy bravúr! Kizzalán megint helyén van, és másodjára is kivédi Domokos Attila nagy helyzetét. Ezt most fejjel küldte az alsó irányába. Hihetetlen vetődés volt. Kis nagyot véd. Ez már a második olyan hárítása, amivel Ixen tartja a Rákóczi falvát. Szent Annai. Ott senki nincs. A játékvezető pedig úgy dönt, hogy ez a labda már nem kell, hogy kiguruljon. Lefújja az első fél időt a mérkőzésen. Karcag Rákóczi falva 45 perc játék után 0-0. A játékosok fújnak egyet az öltözőben. Tegyék ezt a kedves nézők is a fotelben, aztán pedig tartsanak velünk a folytatásra.